Ezek azok a rajzok, amiket a gyerekek készítettek az Esélyt az ifjúságnak alapítvány felhívására. A karácsonyi rajzversenyre összesen 65 pályamunka érkezett, az alkotókat a Sóstói Múzeumfaluban díjazták. A pályázat témája az volt, a kicsik hogyan képzelik el és töltik a karácsonyi ünnepeket szeretteik körében. A díjátadón a kuratórium elnöke Kozma Péter köszöntötte a résztvevőket. Ma immáron második alkalommal karácsonyi jótékonysági estet délutánt rendezünk. Ma egy rajzpályázatot bírálunk el, volt egy pályázati felhívás a gyerekek számára, és akkor ők kapnak majd díjakat, reméljük a szakértő zsúri által, és természetesen mindenki, aki itt megtiszteli a jelenlétével szülő gyerek, az kap valami ajándékot. Ez számunkra nagyon fontos, példamutató kezdeményezés a gyerekek részéről, hogy nekünk felnőtteknek megmutatják az ő valóságukat. A díjak átadása után karácsonyi díszeket készíthettek a gyerekek, valamint arcfestéssel is készültek a legkisebbek számára.